Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov Čaulok na letnú turistickú sezónu pripravuje rozšírené služby a skvelé programy. Nedávno zviditeľnila naše mesto účasťou na viacerých veľtrhoch cestovného ruchu v okolitých krajinách a Spojenom kráľovstve, ktorých cieľom je prilákať do regiónu viac turistov. V minulom roku počet prenocovaní presiahol 500 000 a tento rok by chceli tento počet zvýšiť napríklad o hostí z Maďarska. Za týmto účelom u nás koncom apríla privítali členov Asociácie maďarských cestovných kancelárií a cestovných agentúr, aby im predstavili krásy a programové možnosti Žitného ostrova a tiež špeciality miestnej gastronómie. Nem csak a lehetőségek száma nő, hanem az ide látogatók száma is, tehát folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy egyre többen térnek be például ide a az infoközpontba is, kíváncsiak az itteni lehetőségekre, nyitottak a programok iránt, hiszen ugye időközönként kiváló kulturális rendezvényekkel is meg tudjuk szólítani a látogatókat. Már tavaly is észrevettük azt, hogy nőtt az ide látogató lengyel turistáknak a száma, idén abban bízunk, hogy ez majd tovább bővül. Bízunk benne, hogy idén vagy a jövőre már elkönyvelhetjük azt is, hogy Magyarországról is egyre több látogató érkezik hozzánk. Egyre népszerűbbek a kerékpáros túrák, illetve a csónaktúrák is. Mindkét lehetőségre tudunk kínálni olyan programokat, ami keretében valóban jól érezhetik magukat itt nálunk. Ugye az egyik legnépszerűbb itt a térségben a tőkési vízimalom, amit mindig ajánlunk a turisztikai információs irodába betérő látogatóknak. Népszerű a fürdőkön, a Dunaszerdei és a Nagymegyeri fürdőn kívül a Malkia Park, Diós-Patonyban. A Szlovákia Ring, illetve a Gokart központ is egy külön élmény, nem csak a szágoldás szerelmeseinek, hanem azoknak is, akik szeretnének megtanulni biztonságosan vezetni, illetve a Katonai Múzeum is nagyon érdekes programot kínál a látogatóknak. Itt van a Kukkónia Farm is, ahol akár csoportoknak is kínálnak továbbképzési lehetőségeket vagy élményfőzést.